Az elmúlt napokban volt az első olyan mobiltelefonos élményem, ami miatt többek között elkészítettem ezt a kis videót, ami elég nagy meglepetés volt és pozitív tapasztalat számomra, ez a telefon pedig nem volt más, mint a KET S61-es Strapa telefonja, aminek utána olvastam most jelenleg a piacon, azt kell, hogy mondjam, hogy nincsen konkurense. A KET S61-ről elsősorban azt mondhatom el, hogy van benne három nagyon érdekes és nagyon hasznos opció, amit én személy szerint a hétköznapi életben direktben nem használok ki, de akiknek ugye ez a munkakörükhöz köthető funkció, szerintem nagyon örülnek neki. Van benne egy lézeres távolságmérő, van benne egy levegő minőség ellenőrző és riasztórendszer, és van benne egy hőkamera. A telefon már az első tapintásra is egy nagyon robusztus, nagyon masszív érzetet ad, az összeszerelési minőség brilliáns. Nem recseg, nem ropog, úgy tudom, hogy megkapta a legmagasabb vízállósági minősítést. Most a tudásról igazából nem is beszélnék, teljesen napjaink színvonalát követő okostelefonról beszélhetünk Android operációs rendszerrel. Két dologról szeretnék említést tenni, ami nagyon megfogott a telefonban. Az egyik a masszív felépítése, ami alatt értem a vízállóságot, az ütésállóságot, ami nekem azért nagyon fontos, hiszen elég sokszor van rá példa, hogyha hirtelen a kamerát lerakom a földre, mert ott szeretnék dolgozni egy nagyon alsó gépállásból, akkor valamivel meg kell támasztanom az objektívet, és ilyenkor hirtelen nem tudok sok mindenhez nyúlni, általában a telefonomhoz szoktam. Tudok készíteni olyan felvételeket is, ami kivált mondjuk egy GoPro-t, hiszen miután vízálló, így a felfröccsenéstől nem kell nagyon tartani. Megkockáztatom, hogy ha az ívet egy picit elmérni a sofőr, akkor talán még egy áthajtás is kibírna. Épp nézegettem a YouTube-on, egyébként még van olyan videó is fönt a telefonról, ahol éppen egy markolóval mennek át rajta. Nem okozott neki túl nagy problémát. A másik dolog, ami meglepett, hogy van benne például lézeres távolságmérő. Ezt a hétköznapi életben egyébként én személy szerint nem nagyon használnám ki, de nagyon érdekes, hogy például azoknál a manuális objektíveknél, ahol régen a hőskorban, sőt tudtam, még néha a mai nap is úgy mérik az élességet, hogy a szenzor jelzéshez oda teszik a mérőszalag nulla pontját, kihúzzák a mérőszalagot egészen a tárgypontig, és a mért értéket beállítják az objektív élesség gyűrűjén. Na most ezt a lézeres távolságmérővel azért gond nélkül meg tudtam csinálni. Nekem tetszett. Amit még meglepetten tapasztaltam, hogy a hőkamera ténylegesen működik, és valós hőkameráról beszélhetünk, ami egyben méri a középponton kis keresztben magát a hőmérsékletet is. Ez a funkció annak lehet érdekes, aki ezt ténylegesen fel tudja használni az életben. És van a telefonban egy levegő minőség ellenőrző jelző riasztó rendszer is, ami miután nekünk otthon cserépkályhánk van, nem egyszer bejelzett, hogy a levegő már nem annyira jó minőségű. Összességében a telefon nagyon tetszett. Tudnám elképzelni a hétköznapjaimat vele? Ajánlom.